Még mindig nem veszít erejéből a koronavírus delta variánsa, ezért a negyedik hullám erőteljes növekedésére kell felkészülni. Erről Rusvai Miklós beszélt az M1-en. A víruskutató azt javasolja, mindenki oltassa be magát, illetve akik ezt már megtették, adassák be a harmadik dózist is, mert csak így lehet elkerülni a súlyos betegséget. Közben a kórházi adatokból egyértelműen látszik, hogy csak olyan betegek vannak lélegeztetőgépen, akik eddig elutasították a vakcinát. Vasárnap is várják az oltakozókat Pécsen. Nagy az érdeklődés, sokan a harmadik dózist kapják meg, de olyanok is vannak, akik most döntöttek úgy, hogy kérik az első oltást. A környezetemben ugye mindenki figyel az egészségére, és ugye átestem egyszer a betegségen, elég kellemetlen volt, szeretnék mindent megtenni az ellen, hogy még egyszer átessek. Sokan a munkájuk miatt kérik a vakcinát, ugyanis így nagyon kicsi az esélye annak, hogy súlyosan megbetegedjenek. Emberekkel foglalkozunk, nagyon sok ember közt vagyunk. Ez az egyik oka annak, hogy mindenképpen szükségesnek tartottuk az oltást. És ma második, ez a harmadik oltásom. Százakat oltanak be naponta a Pécsi Klinikai Központban. A negyedik hullám erősödésével párhuzamosan az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy nagyon közel van az utolsó pillanat, amikor még megfelelő védettséget lehet szerezni a járvány megerősödése előtt. A delta típusú variáns nagyon fertőzőképes, sokkal jobban, mint az ezt megelőzőleg, és ebből adódóan kockázatnak teszik ki magukat, akik még nem vették fel az első oltást sem. Ezért mindenképpen javasoljuk az első oltás felvételét, nyilván azt követően szokásos időben a harmadik, második oltást is. A koronavírus elleni vakcinák hatásossága a járványügyi adatokon is látszik. A tavalyi év azonos időszakában, amikor még nem volt koronavírus elleni védőoltás, sokkal többen voltak kórházban súlyos fertőzéssel, illetve többen vesztették életüket naponta, mint most. Még úgy is, hogy a brit mutáns nem volt olyan fertőző, mint a delta variáns. A szennyvízadatok további növekedést, méghozzá erőteljes növekedést vetítenek elő. Rusvai Miklós szerint a következő hetekben a negyedik hullám erősödésére kell számítani. A víruskutató az M1-en arról beszélt, a helyzetet nehezíti az influenza szezon is, ezért mindenkinek azt javasolja, hogy a koronavírus elleni vakcina harmadik dózisa után másfél-két héttel az influenza elleni védőoltást is adassa be. Rusvai Miklós arról is beszélt, a fiatalok között is egyre több a fertőzött, ezért ők is oltassák be magukat. Bennük különböző egyéb zavarokat idézhetnek elő, az úgynevezett post-covidos vagy long-covidos tünetek közöttük is gyakoriak, tanulási zavarok, alvászavarok, pszichés problémák, különböző egyéb gondok léphetnek fel a COVID következtében, tehát a 12 évek fölöttiek körében mindenképpen célszerű az oltás felvétele. Sokkal kisebb eséllyel alakul ki súlyos betegség azoknál, akiket beoltottak. Erről Merkeli Béla beszélt a Kossuth Rádióban. A Semmelweis Egyetem rektora elmondta, négy egyetem adatai alapján az időseknél előfordulhat, hogy a vírus és a társbetegségek együttes hatása miatt kórházba kerülnek, viszont a 60 évnél fiatalabbaknál csak elvétve van példa súlyos esetre. Ezzel szemben az oltatlanokat korosztálytól függetlenül veszélyezteti a súlyos betegség. Nem ismerek olyan szemét, itt a négy egyetem adatait pontosan ismerem, aki fiatalon két oltással lélegeztetőgépre került volna. Ezzel szemben minden olyan beteg, aki lélegeztetőgépen van, az oltatlan, azaz sajnálatos módon abba a 38%-ba tartozik, aki még Magyarországon nem vette fel az első két oltást. Merkeli Béla elmondta, a harmadik oltás mindenkinek javasolt, de különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, és azoknak is, akik olyan közegben tartózkodnak, ahol sok emberrel találkoznak.